Jó reggelt, sziasztok, Csárpánk vagyok. 2023. március 24. napján ez a kávésüti Bitcoin. Nézzük, hogy mit látunk ma a Bitcoin grafikonokon. Szórakoztató tartalom, nem befektetési tanácsadás, ezek csak a Csárpánk reggeli dűnyögései. Szokás szerint egy hetes Bitcoin grafikonon kezdünk. Tegnap berajzoltuk erre a grafikonra ezt a támaszzónát, amit továbbra is én egy vízválasztóként értékelek itt rövid távon. Ez a zónánk, ez nagyjából 24.400 és 25.000, olyan 300 dollár között van. És ez azért egy fontos zóna, mert itt annak idején még tavaly májusban támasz volt, aztán ezen átszakadtunk, alulról kettőször is visszateszteltük, úgyhogy innen szakadt le az árfolyam, és utána a legutolsó impulzussal tudtunk ezen a zónán átmenni. Én azt hiszem, hogy egy esetleges korrekciónak visszatesznek, ez egy teljesen logikus szintje, hogyha horizontális szintekkel nézzük a Bitcoinnak a piacát. Egyébként, hogyha a mozgó átlagainkat nézzük, akkor a magas mozgó átlag itt van alól 20.400 dollárnál, emelkedik, a közepes mozgó átlag most érkezik meg ebbe a nagyon fontos szintbe, 24.500 dollárnál van a mértéke, és a rövid mozgó átlagunk pedig 26.200-nál, mind a három emelkedik, abszolút longos elrendezésben vannak a konszenzió kereskedési rendszerben, ez egy long 3-as pozíció méret indikáció. Azt látjuk, hogy a Csárpán kereskedési rendszer indikátor folyamatosan zöld gyertyát rajzol nekünk itt január közepe óta, azaz a háttérben figyelt momentum indikátorokon egy longos konfluenciát érzékel. Hogyha ránézünk a RSI-nek a mozgására, akkor ugye továbbra is nagyon fontos, hogy ez a hosszú 2021. január óta tartó lejtmenet, ez itt ezen a ponton megtört, és most már az RSI mozgásában ez a felfele tartó mozgás, ami 2022. június végén indult, ez az egyértelműen irányadó, jelenleg az RSI nagyon szép, közelít a 66-os értékhez, ami már egy egyértelműen rendkívül bikás érték, fent van az összes exponenciális mozgó átlaga fölött, a Csárpák momentum oszcillátor is emelkedésbe fordult, úgyhogy alapvetően az egyhetes csárton jelenleg a pozíció indikáció az long 3, és az RSI is nagyon szépen mozog, nem látok divergenciát, ez egy szép csárt, jó ilyet látni. Háromnapos Bitcoin grafikon ugyanazt látjuk, mint a hetesen, száguldanak felfelé a mozgó átlagok egy egyértelműen longos elrendezésben, abszolút felfelé húz a piac. Itt is lehet látni, hogy ez a horizontális szint, amit rajzoltunk, ez milyen szépen kiadja ezt a vízszintes támaszzónát. Itt három naposon azért divergens az RSI-nek a mozgása, látjuk, hogy nem tud magasabb csúcsot csinálni. Itt volt egy csúcsunk február közepén, és most itt március közepén magasabb árfolyam csúcs mellett egy alacsonyabb RSI csúcsot kezdünk megképezni. Jó lenne, hogyha mielőtt korrekció jön, mielőtt lefordul az árfolyam, esetleg kapnánk az árban még egy impulzív felfelé gyertyát, ami itt az RSI-t is fel tudná mozgatni ide a 72-es szint fölé, azért, hogy ne legyen itt egy befejezett, kialakult ilyen divergens mozgása. Az RSI-nek a Csárpán momentum oszcillátor az szépen tart felfelé, a gyertyák azok zöldek itt a saját indikátoromon, úgyhogy alapvetően itt három naposon is a pozíció indikáció az long 3, nagy probléma itt sincsen. Nézzük meg az egynapost. Egynapos Bitcoin chart, itt azért ugye látjuk, hogy egy nagyon-nagyon fontos szinten van az árfolyam, és kezd is itt besűrűsödni, látjuk ezeket a doji jellegű gyertyákat alul-fölül vikkel, ez azt jelenti, hogy itt ezen a szinten azért már megy a boxa bikák és a medvék között. Ez egyáltalán nem meglepő, a héten korábban egy videóban bemutattam nektek, hogy ez a 28.000 dollár körüli szint, ez miért nagyon-nagyon fontos a teljes makro trendszintű mozgásban. Hogyha kifejezetten a mozgó átlag struktúrát nézzük, akkor egyértelműen longos struktúra van, alul van a leghosszabb, középen a közepes, felül a legrövidebb mozgó átlag, úgyhogy aki konszenzió rendszert naposan kereskedik, azoknak továbbra is egy long 3-as pozíció indikáció van. Ez akkor veszne el, hogyha ezt a 27.800 dollár körüli zónát elveszteni a Bitcoin, és az alatt kezdődne a kereskedés, akkor a két rövid mozgónak a lefelé keresztezése az képbe kerülne, és akkor a konszenzió rendszer szerint a pozíciójukat menedzselőknek érdemes gondolkozniuk egy kicsit a pozíció, illetve a kockázat csökkentésen. Én azt hiszem, hogy ez itt egy fontos szint. Itt van egy vikünk 26.500 dollár környékén, és látjuk, hogy itt azért szépen visszahúzták a Bitcoinnak az árfolyamát. Tehát azt lehet mondani, hogy itt 26.500 és 27.000 dollár között szép kínálat, illetve kereslet lépett be a Bitcoin piacára. Azt hiszem, hogy azoknak, akik a konszenzió rendszer szerint terelgetik itt egynaposon a kitettségüket, valahol ez lesz az a szint, ami alá, hogyha benéz a Bitcoin, akkor egyértelművé válik a két rövid mozgónak egy konfirmált lefelé keresztezése, de ezt majd meglátjuk. Az RSI itt a naposon olyan szempontból tök szépen néz ki, hogy magasabb csúcsot képzett az árfolyam, és az RSI is most már egyértelműen itt a korábbi február közepi csúcsoknál magasabbra tudott futni itt a napos csárton, úgyhogy ilyen szempontból tetszik a mozgása. Az látszik ugyanakkor az RSI-n, hogy rásimult itt oldalazó
formában az összes exponenciális mozgó átlagára, tehát az emelkedő húzása az RSI-nek úgymond megszűnt, ez mutatja, hogy itt azért egy konszolidáció, egy momentum csökkenés van ezen a szinten, és azt látjuk, hogy a chartpoint momentum oszcillátor is ugyanezt jelzi, szépen jön lefelé, ez azért van, mert itt ez a sok impulzív, hosszú gyertya, ez meglökte ezt az indikátort, és most ezek a rövid testű gyertyák, ezek ennek az indikátornak azt jelzik, hogy a momentum csökkenésben van, úgyhogy naposon azért azt látjuk, hogy ez a 28 ezer dollár körüli szint, ez validálja azt a hosszú távú ellenállás szerepkört, amit a héten egy korábbi videómban bemutattam. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nagyjából ennyit terveztem a bitcoin piacokról elmondani nektek, remélem, hogy továbbra is szeretitek ezeket a rövid kis reggeli bitcoin piaci összefoglalókat, és ezek segítenek nektek abban, hogy egy kicsit jobban átlássátok az árfolyam mozgásokat a bitcoin piacán. Amennyiben így van, akkor a lájkokat, feliratkozásokat, megosztásokat és kommenteket továbbra is nagyon köszönöm, ezek nektek nem kerülnek semmibe, nekem viszont segítenek abban, hogy a csatornámat egy kicsit relevánsabbnak tartsa a YouTube. Szép napot és jó kereskedés nektek, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!